Gondoltam, megosztom veletek ezt a hírt, és biztos már hallottatok páran róla, hogy a Glamour a 2024 Woman of the Year-ben egy kategóriában benevezett engem, ahol tudtok rám szavazni. Pontosabban a Glamour a legjobb közönség médiasztár kategóriába helyezett el engem, és ott tudtok rám szavazni, hogyha úgy érzitek, hogy megérdemlem a díjat. Én már azért is hálás vagyok, hogy bekerültem egy ilyen kategóriába, megtisztelve érzem magam ezzel, és nagyon örülök neki, hogy ennyi ember írta már azóta is, hogy szavazott rám. Szóval, ha nem is én nyerek, már annak is örülök és hálás vagyok, hogy bekerültem egy ilyen kategóriába, úgyhogy ezt nektek köszönhetem, szóval nagyon szépen köszönöm nektek, és azt is nagyon szépen köszönöm előre is, hogyha esetleg szavaztok rám. Ez a ti díjatok, ha úgy nézzük igazából, szóval én miattatok csinálom ezt az egészet, és nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm előre is a szavazatokat. Csak úgy tudtok amúgy szavazni, hogyha mindenkin végigmentek, szóval mindenkire le kell adnotok egy szavazatot, ez amúgy nem tart sokáig, sorba mentek, és majd ott leszek én is ebben a kategóriában, és minden nap tudtok szavazni. Ezt nagyon fontos kiemelni, hogy akár másnap is tudtok esetleg szavazni emberekre, meg ilyesmi, hogyha szeretnétek. Úgyhogy igen, ennyit szeretem volna amúgy nektek mondani, van egy ilyen lehetőség, a leírásban leteszem a linket, ahol tudtok rám szavazni, és mindenki másra, szóval ha szeretnétek támogatni minket, embereket, lényeket, ha szeretnétek minket ezzel támogatni, akkor nagyon szépen köszönjük, és majd a gálán kiderül, hogy mi lesz. Na de akkor nézzük ezt a kis hardcore részt, hogy hova jutunk ma. Ezt azért valaki magyarázza már el. Mit csinál? Aha! Aha! Üdvözletem mindenkinek! Elérkeztünk egy újabb hardcore-hoz, folytatjuk tovább. Igaz? Banán! Te leszel banán! Mert olyan sárga vagy, mint egy banán. Na jó van, lehet ezt a videót nem éjszaka kellett volna elkezdeni felvenni. Nos, olyan hangos a zene, hogy nem hallom a saját hangomat! Excuse me! Hogy most hogy kezdjem el? Hogy hangolódjak a hardcore-ra, ami egyenlő a szívrohammal, a halállal, a fenyegetéssel, ha ilyen nyugodt zene megy közbe? Fogalmam sincs, hogy mi volt az utolsó részben, pedig az volt utoljára. Igen, ilyen luxusban nem élek. Na, arra emlékszem viszont, hogy az előző rész után, mint ahogy látjátok, csinálgattam itt a dolgokat, szóval banánnal itt próbáltam kicsit komfortosabbá tenni, varázsolni ezt a helyet, és ezt akartam nektek mutatni, hogy eddig itt tartok, szerettem volna a bánya résznél kialakítani egy ilyen kis házikót, ami hasonló, mint itt a népnek. Ott van, Jolé! Értitek? Szóval ezt kezdtem el így videón kívül csinálni, és nem ezt szeretném folytatni a videóba, mert ne menjen el itt az idő, vannak itt fontosabb dolgok, mint hogy megijedni, meg meghalni. Igaz, banán? Kukucs! Ide is csináltam ajtót, meg ide is csináltam ajtót, szóval eléggé elkezdtem kipofozni ezt a helyet, és kezd ilyen luxusabbá válni. És ide is, igen, raktam ajtót, így már biztos, hogy ez a hely be van védve, és itt szabadon járkálhatunk, ez itt a központi részünk. Jó? Ez a mi kis bazisunk. Ezt a lépcsőt még valahogy ki kell találnom, hogy hogy lesz, mert amúgy tényleg ocsmányul össze-vissza, lehánytam ide mindent. Ezt nem most fogjuk megcsinálni. És most jön a kérdés, hogy akkor mégis mit fogunk ebbe a részbe csinálni? Ugye, banán? Mi lenne, hogyha velem tartanál ebbe a részbe? Nézd már, banán, itt egy virág. Hadd kukucskáljak már le ide, hát vonz. Vonz a bánya, egyszerűen függővé tett. Mint egy rossz drog, beszippantott. Jaj, jaj. Majdnem leestem. Jó van. De rakok egy lépcsőt, mert amúgy miért ne. Nice. Tudom már, mi kell, banán. Amit szerettem volna. Banán! Hol vagy? Gyere, mit csinálsz? Mutasd a farkad. Mit csinálsz? Istenem. Banán, és mázlid van, hogy van nálam rohadt hús. Gyere ide. Na, gyere már. Gyere ide, banán.
Ne bólintsd a fejedet, hanem ide gyere. Na, mutasd. Rád ment két rohadt hús, mert nem figyelsz oda. Komolyan itt leesni. Ne, banán, ne csináld. Gyere, menjünk föl. Szerezzünk pacit. Mert azt megígértem nektek, hogy hát nyergünk van, lovunk nincs. És így átgondoltam a videó végén, és rájöttem amúgy, hogy a túlélő sorozatomban van lovam, nem a hardcore-ba. Úgyhogy ezt is ki kell húznunk itt a listáról. Szóval ki akar a lovam lenni? Valami izmos csődört. Dobjatok nekem egy csődört. Gyere, paci! Várjál már, mi az, hogy engedelmetlen? Hát, egész sok szíved van. Mindjárt nézzük, csak ezt a lovat itt ne. Szevasz! Hát, neked kevesebb van egyel. Elég válogatós vagyok, tudjátok, a csődörök terén. Hol a többi? Nézzük. Megy le a nap, mi? Banán, védj meg. Gyere, neked is kevés van. Hát neked meg még kevesebb, mi van? Nem eszel? Aj, banán, senki se tökéletes. Hát akkor te leszel a kiválasztott. Neked van a legtöbb szíved. Úgyhogy szelídülj meg szépen. Amúgy ott is vannak lovak. Nézzük meg azt még. Akkor maradj itt, mindjárt jövök. Hadd lessen meg a fiatalokat. Mindenki kap egy esélyt. Hű, nem látok. Hát, hagyjuk is. Hajaj. Hűjaj, banán. Azt hiszem, mennünk kell. Lőtték a pizsit nekünk. Hű, de még hogy lőtték? És mindjárt nem csak a pizsi fog lőni minket, hanem más is. Banán, gyere már. Banán. Banán. Megnéztem az inventorimba banánt, jól van. Na végre! Gyere, menjünk aludni. Gyere, cic! Ti maradjatok itt, vigyázzatok a házra, mi banánnal meg a mecskával elmegyünk. Lovat nézni. Kéne még gyémánt amúgy. Úgyhogy ebben a részben azt is megpróbáljuk. Cédula. Van még valami? Ó, rohadt hús. Ó, mennyi rohadt hús, hát banán. Na, király. Banán így meg fog menekülni. Pacé. Idomítsuk be azt a csődőrt. Hallok zombit maragni. Merre meg? De tényleg hol van? Hát én nem látom. Na mindegy. Ott egy ilyen csantort, mit ugrálsz? És miért nem ég el? Ez nem egy zombi. Hát meg alapból. Ja nem, az egy skeleton, de akkor is el kéne égnie, nem? Jó napot kívánok! Miért nem tetszik el? Banán! De most... Ó... Közbanán, van egy törött íjunk, de ne szórakozz édesanyád, de gyere ide! Azt hiszem az a csődőr volt az, amelyiknek volt sok szíve. Te voltál, mi? Ó, hát ezt nem hiszem el. Mi bajod van, ha karddal akarok rád fölülni? Nem harap. Na, srácok, mindjárt megszelidül. Ne aggódjatok. Órák kérdése. Na. Na végre, hát mondom én, hogy jó arc vagyok. Juhú! Okay. Egy tapsot megérdemlek, úgyhogy kérek gratulációt, köszönöm szépen. Az egy más színű ló, az is csinosnak tűnik. Na majd itt tenyésztjük a lovakat is, majd nekik is csinálunk külön karámot, meg ilyenek. A lovat most így elkerítem, de csak azért, mert kinézem belőle, hogy lejön hozzám a bányába, és nem fogom tudni kihalászni onnan. Úgyhogy nyugodtan legelészen addig ott boldogan, mi lemegyünk a srácokkal. Menjünk erre, itt még van annyi minden, amit nem fedeztünk föl. Hű. Várjátok, csinálok egy kis fákját. Hű, hát amúgy nincs izé kardom. Miért nem csináltam? Amúgy mindjárt eltörik az aranysisakom, és megtörik az átok. És végre vehetek föl arany...
nem arany, vas sisatyot. Sisatyot. Láttátok, hogy szó szerint visszalökött a macska? Komolyan mondom, ez a bánásmód, amit itt kapok tőle. Pöh. Na. Banán! Így nem lesz hosszú életed. Istenem. Ennyi rohadt húsom nincs. Komolyan, most banánra kell vigyáznom. Konkrétan. Nem akarok bébi csőzködni. Gyerekek. Legyetek szívesek vigyázni magatokra, jó? Jesszus, Pepito. Sanyi, nem tudom hol vagy, de kérlek, ne hozz rám a frászt. Banán, ezt te szándékosan csinálod. Nem nézek a szemedbe, Sándor. Jaj. Normális vagy, hát majdnem lelöktél. Jézus, ezek meg akarnak ölni. Na, banán, azonnal húzás innen. Banán! Mit látnak szemeim? Egy újabb felfedezetlen lyuk, amibe található pár dolog, ahogy látom. Úgyhogy kukucskáljunk csak le erre szépen. Kell nekünk egyébként mindenféle gyémánt, meg ilyesmi. Fel kell készülnünk. Bocs, csak egy kicsit összefostam magam. Te jó ég. Nem, amúgy... én nem a szörnyektől fogok meghalni, hanem a kis házi állataimtól. Esküdjek meg. Ú, de leizzadtam. Hú. Jesus. És nem horror játék. Hülyék vagytok ti. Hát szóljatok már még miért jöttök. Ki akarom szedni a kis aranyat. Arany, arany, arany. Tü-tü-tü-tü-tü. Nem akarok szavarni, csak felfedezni jöttem. Kiszedem a vasot, mert a vas mindig jó. Úgy van, jó fele mentek, srácok. Csak óvatosan, jó? Majd én itt hozom a fényt. Ami mi? Na most szépen levisz banán, meg te is, te farok. Még mielőtt itt szépen telibe úgy bele sétálnának, mint annak a rendje. De hogy így szemrebbenés nélkül bele fejelnének konkrétan a lávába. Jaj, hülye vagy, ijeszgetsz már te is. Szóval én ezt likvidálom. Tűnj el. Jó, tiszta a terep, gyertek. Hú, amúgy nagyon bejöttünk ide a mélyre. Ne teleportálja már, hanem csak gyere utánam. Hugucs. Banán, ne, ne! Hú. Jó van. Most okosabb voltál, mint én. Én fogok tévedni, de úgy, mint annak a rendjé, és ház nekem nagyon nem illiszia. Egyre kisebb lukakba jövök, hát itt nincs semmi. Kezdek klaustrofóbiás lenni. Mondd, Minecraft, miért generálsz ilyen helyeket, ahol nincs semmi? Legalább lenne itt valami hasznos. Jó, van vas, de mondjuk gyémánt. Ugye, banán? Hű! Banán! Az ég áldjon meg téged kétszer. Most már nekem ne potyogjál. Jó van, hát srácok, itt nincs semmi. Menjünk vissza, elegem van.
kezd tényleg elegem lenni. Kell a vas, mert gólemeket, gólem hadsereget fogunk csinálni. Csak így fogunk tudni győzni a kis huncutságok ellen. Úgyhogy minden vas számít. Megkezdődik a hadsereg építés, és támadni fogunk. Egy kis szén is azért jól jön, ha már égetnünk kell. Engedj már, hát! Komolyan. Óvatosan banán! Óvatosan banán! Le, normálisan. Használd az agyadat. Na. Úgy van, kövesd mostantól a macskát. Ő legalább úgy tűnik, normális dolgokra tanít. Jesus, jaj, bocsássatok meg. Tűnöm, úgy csodálkozom, hogy eddig eligazodtam én ebbe a bányába. Hanna? Szerintem erre is voltunk már. Vagy hát biztos, mert van itt fákja. Igen, és ide nem megyünk, srácok, gyertek csak vissza. Itt nincs semmi. Oda kéne fölmenni, mert úgy látom, ott nincs kivilágítva semmi, de talán valahol... Valahol föl tudtunk ott menni. Úgyhogy föl kell mennünk. Óvatosan! Ősz! Te is! Oké, gyertek, zatyakok. Ja, vas. Tűha, nézzétek már, mi ez a sok vas mennyiség, kérem szépen. Hát lassan mehetek a búcsúba osztogatni, egyet fizet, kettőt kapsz. Hát már amúgy megint elkalandoztam, mert nem ide akartam jönni. Ó, redstone. Mi van amúgy a szörnyekkel? Azik így... No? Úgy döntöttek most, hogy ebben a részben nem adnak engedélyt. Hogy felhasználjam őket. Mi ez a... Hát ez egy vízesés. Hű, de nagy vízesés. Várjátok, srácok, gyors megállítom. Hát nézd már, milyen nagy vízesés. Jó van, banán, várjál! Jaj, akkor ne várjál. Amúgy eskü jól nézett ki. Nagyon menő volt, hogy így lefolyt. Nem gondoltam volna, hogy van ilyen hosszú vízesés. Bocsánat, hogyha néha így begörbülök, de elfelejtek ülni rendesen. Szóljatok rám, ha. Hú, nagyon csobog valahol valami. Láva. Tiszt, hogy észrevettétek, hogy semmi. De hogy így... Te leülsz. Te is. Az ott meg mi? Ja, semmi. Mégis mit láttam akkor? Jaj. Kökücs. Na, még jó, hogy leültettelek, banán. Mik ezek a kis járatok komolyan? Semmi nincs itt. De még szörnyek, pedig pont, hogy telekinél legyen szörnyen. A baj, hogy most szerintem ezt szándékosan csinálja a játék, hogy kezdjek elkényelmesedni, tudjátok, és így hozzászokjak, hogy jaj, nincsenek szörnyek, és majd akkor így derültékből villámcsapásként majd rám zúdul, vagy 600. Aztán majd lesz ittám nem ulas. Hello, megjöttem. Van itt még valahol esetleg szépséges cuccocska még? Csokkolom. Ó, ez 3 gyémánt, jól látom.
Fú, de hangosan bugyog a láva. Egy. Kettő. Meglepi! Adjatok. Azért körbenézek, még mielőtt rám omlik minden. És megint négy. Hát ez csak sodálatos. Várjátok, legyünk már részek gyorsan. Hoznunk kellett volna amúgy vizet. Lapis lazuli. Még jó, hogy ide nem jöttek, halljátok. A tűzzel játszok, úgy nyomom a shiftet, de úgy nyomom a shiftet a kis ujjammal, hogy már begörcsölt. Nyugi, srácok. Nem halok meg. Jó, úgy tűnik. Nincs itt gyémánt több. Szóval elhagyjuk ezt a részt. Puk. Akkor már törjük el a vasat. Vastárkányt. A vasba. Na. És pont az utolsó. Ezt kimatekoztuk szépen. Ú, mennyi ércünk van már. Oké, itt hallok még lávát. Vagy ez az a láva, ami... Nem, ez szinte egy másik. Azt érzem, hogy ez egy másik. Úgyhogy mi lenne, srácok, hogyha ide jönnétek? Gyere, banán és mecska. Ide lecsücsülnétek, mert nem akarom, hogy eltávozzatok az élők sorából. Ezt kiszedem, és kicsit lejjebb ások. Hát, ha találunk még gyémántot. Ekkora szerencsével végtek lenne kihagyni ezt a dolgot. Na, úgy hallom... Itt van valahol legközelebb. Most vagy lent, vagy fent. Úgyis egy egész lába izé van lent. Na várjatok, ki kell találnom, hogy megyek le. Jöttem kukucskálni. Amúgy most már adhatnának egy olyan frissítést, hogy lába csónak, ami... kompatibilis a lábával. Kényelmesebb lenne. Jó, itt nem látok semmit. Jó, azt hiszem azt a részt is kiveséztük, amennyire csak tudtuk. De emlékszem, hogy volt egy olyan rész, ahol nem jártunk, amit mutattam nektek ott lent, az a bánya rész, de hogy jutottam oda, azt nem tudom. Srácok, ti üljetek csak le szépen. Hol a macska? Gyere, ide ne menj el. Üle. Azok mik? Hát én ilyet se láttam. Mi volt az? Szóval oda akarok feljutni. Most a kutyáim nélkül menjek? Meg a macska, meg a kutya nélkül? Csak fölkukuskálok. Nem akarok meghalni. Na, annyira félek, hogy a nyakamba potyan valami. Amúgy nézzétek már itt mennyi érc van. Bocs, srácok, nem beszélek, koncentrálnom, hogy ne halljak meg. Csak vicceltem. Bó! Hülye vagy, várjál már, most akarom megigazítani a hajamat. És csak ide pottyant, hát ez nem normális. Meg is fájdult a fejem. Jaj, kis zombit hallok. Te is? Hiha. Jó fele járunk. Valahol errefele kell azt hiszem menni. Kizombik a legundorítóbb dolgok a világon. Gyűlölöm őket. Egyszer lehetetlen őket megütni, de úgy sebeznek. Segedbe harapnak. Szerintem
Szerintem jó fele megyünk. Igen, 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 tökéletes, tökéletes. Banán, kérlek. Normálisan jó. Na basszus, már megint eltört mindenem. Pedig jó fele megyünk, én azt látom, srácok, hogy aha, valahogy erre kéne itt föl bekanyarodnom, és akkor pont fölérünk valahogy oda. És szerintem ott lesz minden. Ó, ott van egy creeper is, úgyhogy ezeket lehet, hogy le kéne raknom. Szóval, lehetséges, hogy a következő részben folytatjuk ezt a kalandunkat. Nagyon örülök, hogy velem tartottatok. Jó, hát most ez megint egy ilyen kis slamposabb akció volt, de produktívak voltunk, mert találtunk gyémántot, és felfedeztünk tök sok helyet, és még fel is fogunk tök sok helyet fedezni. Ezek a kis szemétládák itt állandóan morognak, úgyhogy majd őket is ki kell majd nyírni. Szerintem itt van valahol egy luk. Érzem, hogy belőlük fogok amúgy botlani, mert nagyon hangos, aki főként errefele. Na mindegy, szóval nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, ha tetszett, akkor megköszönöm, ha nyomtok nekem egy lájkot és feliratkoztok, és hamarosan újra találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, csók legyen, és akkor a következő részben találkozunk. Sziasztok!